A hagyományokhoz hűen a zárógálával véget ért a 12. székelyföldi Varga Sándor verstábor. Az idei tábor tematikája Kubik Anna, Ráczkevei Anna és Rúbold Ödön színművészek vezetésével Vörös Sándor sokszínű költészetének, egyedülálló életművének megidézése volt. Vegyél föl engem! Sokat szenvedtem, sokat vágyottam, a sötét erdőt könnyen áztattam. Természetesen a székely népi hagyományokat a néptánc és népi kultúra is szerves részét képezte a gálának a Cédrus Együttes művészeti vezetői, Lőrinc Beáta táncpedagógus és Varga Zoltán koreográfus vezetésével. A gála zárásaként a Misztrál együttes tagjai Heitzinger Mika és Török Máté és a táborozók előadásában Vörös Sándor egy megzenésített verse hangzott el. Mihály Magdolna, a tábor vezetője záró gondolataiban megerősítette, a tábor Székelyföldről, Kárpátaljáról, Délvidékről, Felvidékről és az anyaországból érkezett fiataljai egy azon forrásból merítkezve erősítették meg összetartozásukat. A gyerekek nem fiatalok, nem ismerik egymást, hanem mindenki más településről jön, és 9 nap itt ebben a mindjövőben a szervezetben, a Csíkcsomorkánban ilyen kiváló emberek vezetésével hozzájárul ahhoz, hogy valami rendkívüli dolog születik. Ez rendkívüli dolog, amúgy nem más, mint valóban a szeretet, és mi a magyarok összetartása, a hazaszeretet, a verseink, a nyelvünk, a tábor ebben az esztendőben is hiteles jövőképpel vértezte fel a fiatalokat, örök érvényű értékeket adva szerte a Kárpát-medencében.